Csaba Gyöngye önkéntes díj elnevezéssel díj adományozható mindazon személynek, aki az elmúlt időszakban önkéntes munkájával támogató segítséget nyújtott intézményünk számára. A Lencsési Közösségi Ház számára nyújtott kiemelkedő önkéntes munkájáért, jelentős támogató segítségéért a Csaba Gyöngye önkéntes díj elismerésben részesül Zsíros György. Zsíros György. Zsíros György a 80-as évek közepén indította el máig működő vállalkozását, a Zsíros Trafikot, a lencsési lakótelepen. Ezt megelőzően a békéscsabai meteorológiai állomás munkatársa volt. A Lencsési Közösségi Háznak az alapítás óta rendszeres látogatója. Az intézmény tevékenységét a kezdetektől fogva segítette lehetőségeihez mérten. Például kedvezményes vásárlási lehetőségekkel, felajánlásokkal. Javaslatokat fogalmazott meg a rendezvényeket illetően is. Ennek köszönhetően tartott nagy sikerű teltházas előadás Erős Zsolt hegymászó, továbbá Kudor Botond református lelkész, aki a dél-erdélyi szorványvidéken folytat példaértékű missziós tevékenységet a magyarság megmaradása érdekében. Zsíros György Erdély és a magyar történelmi emlékhelyek szerelmese. Utazásai során bejárta a Kárpát-medence magyarok által lakott területeit, a jelentősebb történelmi események helyszíneit, Munkácstól Nándorfehérvárig, Székelyföldtől a Várvidékig. Több kisközösség határon túli látogatását kezdeményezte, amelynek során idegenvezetőként is kiválóan helytállt. Ilyen volt a természetjárókör, aldunai és észak-erdélyi, valamint a nyugdíjas klub mennyházai, Arad hegyaljai és a Belényesi medencében tett kirándulása. Zsíros György közéleti szerepvállalása, önzetlen segítőkészsége, a lencsési lakosai érdekében kifejtett munkája, a közösségi ház tevékenységének folyamatos támogatása példaértékű. Minden tekintetben méltó a Csaba Gyöngye önkéntes díjra. Felkérem Hajnal Edittet, a Csaba Gyöngye Kulturális Központ igazgatóhelyettesét, és Takács Pétert, a Lencsési Közösségi Ház vezetőjét, hogy adják át a díjat Zsíros Györgynek.